újoncként üdvözölhetünk téged a DAL 2017-es ítészei között. Ugye ez nem új feladat neked, több ízben volt már részed ebben, de akkor abszolút kezdőket zsűriztél. Az, hogy most pályatársakat, illetve már ismert zenészeket fogsz pontozni, mennyiben befolyásolja a véleményedet, vagy esetleg a szavaid karcosságát? Abszolút nem ez a szempontom, hogy az előadókat pontozom, hanem a dalokat. Szóval elsősorban most a daloké a főszerep. Teljesen más nézőpont alapján fogjuk. Természetesen az előadás, a hang, a show is nagyon-nagyon fontos. Egy picit mindenkinek már szerintem a fontos elsősorban, hogy a nézőpontja. Nekem az a nézőpontom, hogy elsősorban a dalt magát, egy olyan dalt keresek, személy szerint, ami mai, friss, de mégis igényes és tartalmas. Van olyan dalom, ami már most belemászott egy picit a fülembe? Sok ilyen dal van, ami már a fejemben van. Hát ez is azt jelzi, hogy nem voltam még a zsűribe, de ez a széria most szerintem mutál erős. Levi? Köszönjük. Hát örülök, hogy egyre jövőbe író vagy, mert ugye megírtad ezt a dalt annól, és kiderült, hogy végül is ez a műsorhoz kapcsolat. Köszönjük szépen, szállom.